Nagy volt az izgalom a Bolyai Gimnáziumban ma reggel. 95-en közép, 14-en emelt szintű magyar érettségit tettek. 7 tantermet jelöltek ki a vizsgára. Idén a 2020-as nemzeti alaptanterv szerint kérik számon a diákokat, így a feladatlapok az előző évekhez képest másképp épülnek fel. Nagy várakozás előzte meg ezt az érettségi időszakot, hiszen ugye a NAT 2020 alapján az alap érettségi tantárgyakból, magyarból, matematikából, történelmből most vizsgáznak először a diákok. Nyilván voltak már olyan érettségi vizsgák, digitális kultúra, földrajz, esetleg kémia, amiből már előrehozottan új típusú érettségi vizsgákat tettek, de hát azért a főbb tantárgyaknak az idei az első igazán komoly megmérettetés. Az új rendszer nehezítette a diákok felkészülését, de a tanárok különböző eszközökkel próbálták segíteni a tanulókat. Így osztály szinten mi megvettünk egy fekvőkönyvet, és személy szerint nekem az nagyon sokat segített. A magyar írásbeli érettségiben szerepelt idén irodalmi műveltségi teszt és több memoriter is. Feltűnt Leczó Bence Tekercsek, Kódexek, Átkok, Történetek a könyvek születéséről című írása, az Antigone és Ady Endre mű is. A végzősöknek Karinti Frigyes az Olasz fagylaltos című novelláját kellett elemezniük. Nem sikerült rosszul, felkészültnek éreztem magam, főleg a műveltségi tesztnél, szerintem az jól sikerült, a novellelemzés is, úgy érzem. A szövegértésben voltak kérdések, amik így nem voltak annyira egyértelműek, de szerintem jól sikerült összességében. Holnap matematikával folytatódnak az írásbeli vizsgák, szerdán történelemből, csütörtökön idegen nyelvből érettségiznek a diákok. A szóbeli vizsgák június 17-én kezdődnek.